Sziasztok, srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, ebben a mai videóban pedig beszélni fogunk az Apex Legend körül lévő drámáról, ami jelenleg most zajlik, ugyanis a játékosok nagyon kiakadtak, hiszen a fejlesztők egy olyan döntést hoztak, amit még videójáték során így a történelemben nem tapasztaltunk, nem is láttunk. Azt viszont, hogy a videó elején mindenféleképpen le szeretném szögezni, hogy én nem játszok Apex Legend, de játszani játszottam vele, viszont a játékra nincsen rálátásom, így ha esetleg valamivel nem értetek egyet, vagy valamiről esetleg van bővebb információtok, nyugodtan javítsatok ki a komment szekcióba, vagy írjátok le a komment szekcióba, hogyha srácok, lányok, nem is húznám tovább a szót, vágjunk is bele. Az Apex Legend egy népszerű Battle Royale játék, nemrég jelentős változtatásokat hajtott végre a Battle Pass rendszerén. Ezek a változtatások nagy vitát váltottak ki a játékosok körében. A játékfejlesztők két részre osztották a Battle Pass-t. Mindkét fél most ugyanannyiba kerül, mint korábban egy teljes Battle Pass. A játékosok már nem vásárolhatják meg a Battle Pass játékbeli valutával, így valódi pénzt kell költeniük. Ez a döntés intenzív visszhangot váltott ki a közösségben. A játékosok kapzsisággal vádolják a fejlesztőket, és azzal, hogy profitot a játékosok elégedettsége elé helyezik. Elsőprően negatív válaszreakció miatt a fejlesztők részben visszavonták döntésüket. A játékosok ismét megvásárolhatják a Battle Pass játékbeli valutával. Azonban a két részes struktúra és az árazás változatlan marad. Bár a részleges visszavonás egy lépés a jó irányba, nem oldja meg teljesen a közösség aggodalmait. A változtatások még mindig agresszívebb monetizáció stratégiát képviselnek. A fejlesztők átláthatóságának hiánya rontotta a játékosok bizalmát. Az Apex Legend legújabb Battle Pass frissítése komoly feszültséget okozott a játékosok és a fejlesztők között. A játékosok úgy érzik, hogy a fejlesztők túlzottan a pénzügyi haszonra koncentrálnak és elnyugolják a játékélményt. A helyzet hosszú távú következményei még nem láthatók, de az biztos, hogy a Battle Pass botrány negatívan befolyásolhatja az Apex Legends jövőjét. Srácok, lányok, ez a videó ennyi lett volna, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, mindenképpen dobjatok egy lájkot, írjátok le a véleményeket. Ilyeteket kommentbe, és ne felejtsétek el, hogy mostantól egyébként, és nem mostantól, hanem mostanában így YouTube-on streamelek, hiszen végleg ott hagytam a Twitch-et, úgyhogy ha nem szeretnél lemaradni a streamekről, vagy esetleg van bármilyen jó videó ötleted, mindenképpen írd le a komment szekcióba, vagy gyere fel a Discord szerveremre, és írd le ott. Találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!